Hölgyeim és uraim, csak annyit tudok mondani, hogy eleinte, amikor megkerestek ebben, akkor azt hittem, hogy ez egy vicc. Azt hittem, hogy az okosok hülyéskednek. Mikor rájöttem, hogy a hülyék okoskodnak, akkor már nem foglalkoztam vele. Apám volt a dobutcai serif, tehát nekem mind a két szülőm, holokauszt túlélő szülők gyereke vagyok, tehát most mit mondjak? Én vagyok a Konrobi, tehát aki azt hiszi, hogy na, tehát mit mondjak? Elég sok időt kell eltölteni a bölcsészszakon, vagy ebben a millióban, hogy az ember azt higgye, hogy valami olyasmit mondtam, ami a Führert méltatja, és mikor azt mondtam, hogy egy nagy, ő volt az utolsó nagy európai olyan vezető, aki a világpolitikának, a világrendet próbál diktálni, akkor nem a fizikai méreteire gondoltam, mert tudjuk, hogy ő is tranzisztoros volt, mint én. Nem a magasságáról beszéltem, és nem az erkölcsi nagyságáról beszéltem, hanem csupán a befolyásáról a világpolitika menetére. És vannak, akik leborulnak mondjuk Monnet, meg Haussmann, meg az Európai Unió többi architektje, többi fölépítője előtt, de ők az európai rendet próbálták átalakítani, nem a világrendet. 1945-ben Európa már nem diktál világrendet. Európán kívüli hatalmak, és itt Oroszországot, Szovjetuniót Európán kívüli hatalomnak tekintem a vita kedvéért, az Egyesült Államok, tehát Európa elvesztett a dominanciát. Ez volt a message, amit akartam mondani, és lehet, hogy a szavaimat nem választotta meg a legóvatosabban, de nem is akarom. Az élvezet az, hogy én nem teszek patika mérleget a nyelvemre. Tehát elég öreg vagyok ahhoz, és hál' Istennek én nem abból élek, hogy fizetést kapok valamelyik egyetemre, hogy reszketnem kell, hogy tudom én, nem hívnak meg valamilyen konferenciára. I cannot care less, ahogy mondják jiddisül. Tehát engem abszolút nem érdekel. És azt, hogy mit írnak rólam az újságban, hál' Istennek én tudom, hogy holnap az újsággal ablakot pucolnak, úgyhogy ilyen szempontból az igen megnyugtat engem, hogy az ablak nagyon-nagyon tiszta lesz, és tényleg. És hogyha valakit megbántottam az érzéseiben, gondolom felnőtt emberekről van szó, akiknek, hogyha ilyen problémájuk van pszichológus, és kezelik, és tudom én, és azok a jobboldali támogatóim, akik helyettem is elnézést kértek, meg minden, azt hiszem, hogy nekik van egy urológiai problémájuk, és urológushoz kell fordulniuk ebben. És van egy ilyen kék tabletta is, ami megoldja ezt a problémát, de urológushoz kell fordulniuk, mert azt hiszem, hogyha mondunk valamit, ki kell állnunk mellette. Tehát ez az árszpoétikám evel kapcsolatban, és lehet, hogy a hangom nem túl bársonyos itt a magyar közéletben, de hát ez van. Tehát néha kell egy udvari bolond is, akinek megvan az a luxus, hogy kimondhatja azt, amit gondol, és legfeljebb nem hívnak meg többet. Szóval nem történt semmi tragédia.